Mennyire komoly konfliktus helyzet, ezt hogy látják, és akkor mindjárt már a Nemzeti Parkot, hogyha említettük, ez a helyzet, ez mennyire feloldható, mennyire tudnak a legalitás határán működni ezek a versenyszervezők, és mennyire van önök között konfliktus, ha már az igazgató asszony többször is megszólítottam ez ügyben, akkor őtőle várnám az első reakciót. A konkrét nem tudom, a versenyszervezés került megfogalmazásra. Amint a kolléganőm előadásában elhangzott, azokon a területeken, amelyek valamilyen szintű védettséget élveznek, ott feltétlenül szükség van arra, hogy a hatóság, a kormányhivatal és természetesen a Nemzeti Park is tudomást szerezzen arról, hogy milyen versenyek, milyen rendezvények kerülnek megrendezésre. Itt természetesen a nagyságrend is nagyon-nagyon fontos, mert egy családi túrára természetesen nem kell engedélyt kérni, hogyha megfelelő túraútvonalakat használják. Bocsánat, ezt hadd kérdezzem már vissza mindjárt, hogy arról is hallottunk az előadásban, hogy vannak kijelölt kerékpárutak, és ha jól értem, azon kívül például egyszerű gyalogos erdei túraútvonalakon nem is szabadna akár kirándulóként sem kerékpárral haladnunk? Tehát ami kijelölt túraútvonal, ott egyértelműen látszik, hogy kerékpáros vagy gyalogos túra. Itt a tolerancia az egymással szemben, nem is egymással szemben, hanem egymás mellett. Nyilván vannak olyan túraútvonalak, amelyek alkalmasak a kerékpáros túrázásra, és nyilván vannak olyanok, amelyek csak a gyalogos túrázásra alkalmas. És itt egymásra kell tekintettel lennünk. Tehát itt nem a szabályozás a kérdés. Na tekintsük akkor Krisztiánra egy pillanatra, hogy mennyire érzette esetleg egy-két élő példán is megvilágítva, mennyire volt. Vagy vannak konfliktus helyzetek ez ügyben köztetek, és adott esetben a nemzeti parkok, vagy más egyéb területek kezelői között? Picit megkerülném a válaszadást, és én alapvetően onnan közelíteném meg ezt a problémát, hogy van egy téves beidegződés ma Magyarországon a kerékpárosokra nézve. Tehát a kerékpárosokat egy 20 éve elkönyvelte a hatóság egy bizonyos szereplőnek, és ebből nem tudunk ebből a skatujából kimozdulni. Tehát hadd mondjak egy példát, elmegy az ember a Dolomitokba, elutazik, és odaáll a felvonóhoz, ami nem egy 4 személyes, hanem egy ilyen nagy 30 fős. És jön a svájci, az osztrák, Porsche és nagyon gazdag ember, és azt mondja a liftkezelő, hogy nem, akkor mehetsz föl, hogyha a kerékpárosok mellett van hely. És mi gyakorlatilag egy nemet mondunk egy olyan szereplőre, egy turisztikai szereplőre, a kerékpárosokra, ahol máshol erre alapoznak turisztikát. Tehát gyakorlatilag... Amiről nem ti mondjátok a nemet, hanem a hatóságok adott esetben, akik ezt korlátozzák. Tehát én most már mondhatom, már én is régebb óta fiatalabb kezdek lenni, hogy 14 éves korom óta, 14 éves koromban kezdtem el illegálisan kerékpáros pályát építeni, majd ahogy felnőttem, gondoltam egyet, hogy milyen jól lenne ezt legálisan csinálni. Most 38 éves vagyok, az elmúlt 2 évben sikerült pár legális pályát létrehozni. Én úgy gondolom, hogy ha a Mecsekbe sikerült, hogyha a Pilisi Parkerdővel sikerült együttműködni, a Ipoly Erdővel sikerült, akkor itt is tudunk együttműködni, csak ezen a 20 éve beidegződő dolgon kell átmozdulnunk. Tehát van egy ilyen törvény, ez a természetvédelmére szól, ez mikori is, mikor kezdő, mikori a dátum előtte? 1996. Nyilván ez frissítésre kerül, viszont most már olyanok használják az erdőt, akik 1996 után születtek. De hogy mondod és idézted a 20 évvel ezelőtt időket, és ha már mondtad ezt, hogy ki milyen régen fiatal, én talán még régebben vagyok fiatal, mint te, olyannyira, hogy azokban a 90-es években volt szerencsém néhány évig a Magyar Mountain Bike Szövetséget vezetni, és akkor már akkor olyan problémákba ütköztünk, mikor egyre többen kezdtünk, hát ugye akkor kezdődött a mountain bike-ozás az erdőben kerékpározni, hogy hát nem csak engedélykeretlen idő után ki lettek tiltva konkrétan a kerékpárosok az erdőkből. De szerencsére azóta valamelyest változott, és vannak már legalább legálisan kijelölt és használható útvonalak. Tehát valóban itt nagy kérdés, hogy hallottuk, majd beszélünk a hóvastagságról, egyebekről is, hogy azért az élővilágnak nem csak csúcsragadózója, a legfejlettebb emlős állat is, vagy mondhatjuk így, persze többi tagjáért is felelősek vagyunk, tehát mégiscsak az emberi élet és az emberi egészség, ugye az egész konferencia erről szól, hogy az egészségben töltött életéveinket hosszabbítsuk meg. Talán legalább annyira fontos, mint a különféle védett növények, amelyek miatt adott esetben nem lehet sípályát vagy kerékpárpályát kialakítani. Mit gondolnak erről a többiek? Nagyon érdekes amúgy, és ez társadalmi folyamatokról beszélünk. Tehát én most nyilván nem üzemeltetek kerékpárpályát, én gyerekeknek szóló programot készítünk, de én egy történetet szeretnék elmesélni, az, hogy a gyerekkoromban néztük az amerikai filmeket, és azt láttuk, 80-as évek közepén, hogy emberek futottak házak előtt. Volt egy családi házas környék, és futottak. És néztük anyukámat, hogy hova fut.
hát ez miért fut? Fölöltözik, hát nálunk nagykőrös, én nagykőrösi gyerek vagyok, akkor körbe rögte volna a falu, hogy nézd már, az a gyerek fut. Meg mi biciklista volt mindenki, azzal jártunk dolgozni, azzal mentünk a boltba, de nem öltözött be senki terepruhába, meg biciklista ruhába. Egy volt egy szélelbélelt úriember, aki egy nagykerekű biciklivel ott körbe-körbe, de arról mindenki tudta, na hát ő neki egy kereke hiányzik. Most, ha megnézzük, ez a szituáció most már eljutott hozzánk. Tehát most én ott lakok a hármas határhegy közelében, a Covid alatt le kellett zárni a parkolókat, mert annyian jöttek ki az erdőt használni. Tehát az erdő rekreáció szerepe, a természeti sportok, azok elértek minket is. És akárki akármit mond, mi a nyugatról jövő hullámon el fognak érni minket. És azt gondolom, hogy itt én megértem a Nemzeti Park és a hatóságoknak a szerepét, hiszen az ő feladatuk az, hogy megvédjék, és az adott törvényi szabályozásokat betartva próbálják megvédeni, de azt kell látnunk, hogy az emberek azok használni akarják a természeti értékeket, és a minket körülvevő természeti érték, ami Budapesten van most, az 5 év múlva Egerbe lesz, vagy 10 év múlva Egerbe lesz, és utána szépen végig fog menni. És utána 20 év múlva Erdélybe lesz, 40 év múlva meg lehet, hogy már még tovább. Nagyon jó, hogy szóba azt ezt egyébként kocogó mozgalomnak hívták. Ugye most Parcsalóta sokat emlegettük ma már itt hosszabb annak ide a 70-es években, és valóban, mint a hülyékre úgy néztek a futókra, futóbolondoknak tartották, ma pedig már több mint 100 ezer regisztrált tagja van ugye a BSI-nek is, és 20-30 ezer ember indul egy utcai futóversenyen. De visszatérve még az előző adásban látott földgömbre, ugye, ami láthatóan megtelt, hogy az elmúlt héten született meg a 8 milliárdodik ember, az is igaz, hogy a turisztikai helyek is itt ott, ott szinte egy előző előadásban volt szó, hogy a dobogókő például olyan szinten megtelt, hogy sokszor parkolni nem lehet, vagy az országúton vissza kilométerekre állnak az autók. Valóban ez nem biztos, hogy egészséges folyamat, hogy egy-egy koncentrált hely ilyen mértékben lett elárasztva. Talán ez is a feladatunk, vagy az összes jelenlevőnek, hogy minél szélesebb körben, minél több helyszínre terítsük szét, és a turisztikai lehetőséget minél több helyen próbáljuk meg lehetővé tenni. Nem tudom, erről mit gondolnak még a jelenlevők. Ha szabad, akkor magamhoz venném a szót. Dobra Kecsmárcsaba vagyok, az Eger Erdő ZRT vezérigazgatója. Az Eger Erdő ZRT kezeli a Mátra és a Nyugatbük állami tulajdonú erdeit. És az előttem szólóknak a hozzászólásához szeretnék visszautalni annyiban, hogy meg kellene próbálni egy kis rendet vágni itt a jogszabályi környezetben. A mellettem szóló úr itt emlegetett társerdőgazdaságokat, Ipolyerdő, Pilisi Parkerdő, akikkel ragyogó az együttműködés. Szeretném jelezni, hogy a 2013-ban végbe ment erdőtörvény módosítása miatt ilyen, tud ez ilyen ragyogó lenni, akkor volt egy teljes felülvizsgálata az erdőkben folytatható turisztikai tevékenységeknek, és alapvetően ott, ahol nincs természetvédelmi oltalom alá vonva egy adott erdőterület, relatív egyszerű a szabályozás, mert mindenki ott gyalogol, meg ott kerékpározik majdnem, hogy ahol akar. Ez ennyire egyszerű. Gyakorlatilag megfordult a korábbi törvényi szabályozás, ami tiltott és szabályozott, egy megengedő szabályozássá, gyakorlatilag a adott terület kezelőinek kell azt mondani, hogyha valahol éppen egy adott időpontban nem, mi lehet ilyen például, mondjuk van egy vadászat. Nyilvánvalóan erre jó felhívni a területre látogatók figyelmét, mi is ezt tesszük, hiszen nem szerencsés, hogyha ez a két tevékenység időben és térben találkozik. Ugye ezt a szituációt, ezt a relatív megengedő szituációt komplikálja tovább a természetvédelmi törvény, ahol már visszafordul a szabályozás a megengedés irányába. Nyilvánvalóan ennek egyrészt megvannak a jogszabályi és szakmai okai, de ott kezd komplikálódni ez a helyzet, ahol belépnek a természetvédelmi szabályok. Ott bizony egy sokkal bonyolultabb egyeztetési procedúrát kell lefolytatni, akár egy túraút kijelölés kapcsán, akár egy rendezvényszervezés kapcsán, de nem lehetetlen a küldetés. Ahogy itt az előadásokban is elhangzott, hogy itt közösen vagyunk, tehát közös a kezelésnek a mikéntje, hiszen az Eger Erdő ZRT, hogy mondhatnám, az állami erdészeti ZRT-k vagyonkezelőként vannak jelen az adott területen, a Nemzeti Park Igazgatóságok pedig természetvédelmi kezelőként, és ezek a szervező, különböző szervezetek, akik különböző turisztikai attrakciókat vagy rendezvényeket szerveznek az adott területen, meg kell, hogy keressenek minket. Ennek egyébként az elmúlt 10 évben ragyogóan kialakult egy menetrendje. Én azt merem állítani, hogy ez a 150 rendezvény, ami átmegy mind a kettőnk kezén egy évben, már olyan rendezőkhöz kapcsolódik, akik ennek pontosan tudják a mikéntjét. Úgy látom, igazgató azt szeretne reagálni. Tessék, parancsolj! Igen, valóban így van, hogy az erdészettel nagyon-nagyon szoros az együttműködésünk az engedélyezések kapcsán.
és itt szeretnék az előző előadóra utalni. Tehát egyrészt a kolléganőmre, aki elmondta, hogy milyen hosszú tanösvényhálózatunk van, és milyen hosszú kerékpárútjaink vannak, amik korábban kijelölésre kerültek. És szintén csatlakozva az előző előadókhoz, el szeretném mondani, hogy a Bélkő kapcsán a kommunikációra szeretném felhívni a figyelmet. Sajnos az a kommunikáció, amikor egyeztetést kezdtünk a Bélkő kapcsán a sziklamászó útvonalokkal, igen, persze, személyes bejárás volt, és volt olyan terület, ahol valóban a védett természeti értékek tekintetében azt mondtunk, hogy ott nem. De bocsánat, nagyon hangsúlyos a megjegyzésem. Ajánlottunk a Bélkőn másik helyszínt. És akkor az elhalt az a kezdeményezés. Nem a teljes terület. Nyilván nem a teljes terület, tehát ha a természetvédelemről és a sziklamászásnak az összehangolásáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy akkor lehet a kommunikáció eredményes, hogyha mindketten figyelembe vesszük a körülöttünk lévő környezetet. Tehát, hogyha meg tudjuk találni azt a területet a Bélkőn, ahol lehet sziklamászás, akkor folytassuk tovább az egyeztetést. Tehát én nagyon sajnálom, hogy ez negatív példa került nem egyszer és nem kétszer a Bélkő említésre, holott mi ajánlottunk másik területet is a Bélkőn. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy akkor folytassuk ezt az egyeztetést, és ne negatív példaként, hanem egy pozitív kommunikáció folytatásaként haladjunk ebbe az irányba. És igenis a természeti értékeket, akár a korai szegfűről, akár a szirti pereszrényről beszélek, igen, meg kell óvni, de van olyan lehetőség, ahol meg is tudjuk óvni, és a sziklamászók is megtalálják a helyüket. Még ha már nálam van a szó, akkor egy dolgot szeretnék elmondani. Annak idején, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, a 191-es cikk konkrétan arról szól, a EU működéséről szóló alaptörvény konkrétan arról szól, hogy a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, ezt minden tagállam magára vállalta kötelezettségként. Ez nem az a kategória, amivel most jelenleg különféle egyeztetések folynak, ezt Magyarország is ugyanúgy vállalta az Európai Unió kötelezettségében. El kell mondanom, hogy jelenleg fókuszba került újra az a nemzeti biodiverzitás stratégia, amit el kell készítenünk az uniós jogszabályok alapján. Az unió azt tűzte ki, hogy 2030-ra 30%-ra kell növelni azon területek nagyságát, amelyek védett területként, de sérülten kerülnek meghatározásra. Tehát elhangzott most, csak a Naturáról veszek példát, 21% Natura 2000-es terület. Ezt minimum 30-ra kell növelni százalékban. 2030-ra, a következő célkitűzés 2040-re 60%, 2050-re 90%. Tehát védett természeti területekről beszélek. Tehát bocsánat, akkor, lassan már a lakott területek is akkor ilyen területek lesz, meg az ipari területek, az szerintem képtelenség már. Elnézést, hogy én véleményt formálok, itt csak kérdező vagyok, de Magyarország területek 90%-a, ez tudom, nem öntől származik az ötlet, hanem ez egy ilyen Európai Uniós direktíva, csak lenne. Az életszerűséget talán felül kéne vizsgálni. Csak az irányt szerettem volna jelölni. Tehát akkor, amikor nekünk az a javaslatunk, hogy kompromisszummal próbáljunk meg egyességre jutni, illetve azokat a védett területek, amelyek magas természeti értékkel rendelkeznek, fokozottan védett területek, azokat lehetőleg hagyjuk ki ezekből a körből, és mi nem azt mondjuk, hogy ne legyen, közösen találjuk meg azt a helyszínt, azt a lehetőséget. Úgyhogy én a kommunikációra helyezem a hangsúlyt, úgyhogy minden fél megtalálja a megfelelő megoldást. Na hát azt mondják, hogy akkor egy beszélgetés, ha vannak benne konfliktusok, de azt meg is tudjuk oldani a vége felé, még a fele hátra van a beszélgetés, és sok izgalmas reakcióra és kontrareakcióra számíthatnak. Hadd hozzuk már szóba egy olyan területet, ahol viszont biztos, hogy nincsen semmiféle ellentmondás. Kérdés, hogy ez a megoldás, és hát ez milyen számban megoldás, hogy körbekerültünk egy területet, és ott aztán mindenféle extrém sportot lehet űzni, biztonságos, ellenőrzött körülmények között. Egy kicsit fizetni kell érte, de legalább biztosak lehetünk abban, hogy szakmailag is megalapozott, és semmiféle törvény nem sértő módon tudunk extrém sportolni. Na, ez ügyben nyilvánvaló, hogy szakértő vendégünk az Emplén Kalandpark vezetője, őt kérem meg most, hogy akkor reagálja, Tóth Csaba Gábor.
Nagyon szépen köszönöm a szót, hát innen könnyű átvenni, ahogy szokták mondani. Én szeretném kihangsúlyozni az erdészettel és a környezetvédelmi hatóságokkal kifejezetten, hogy jó a kapcsolatunk, és ezzel kapcsolatban talán azt érdemes mindenképpen hangsúlyozni, szerintem abban valamennyien egyetértünk, hogy mindannyian stakeholdereket, tehát érdekgazdákat képviselünk, itt vannak az üzemeltetők, itt vannak a környezetvédelmi hatóság, az erdészet, és hát alapvetően nyilván az aktív turisztikát kedvelőknek a képviselői, de valamennyien képviseljük egyben a természetet, és valamennyien képviseljük természetesen azokat a vendégeket, azokat a túrázókat, azokat az aktív turisztikát és a különböző aktív sportokat imádó embereket, akik szeretnének eljönni hozzánk, nem csak Zemplénbe természetesen, hanem Magyarország minden egyéb más területét fel szeretnék fedezni, és ebben nyilván egyetértünk, hogy a közös munka az egy olyan nem feltétlenül kompromisszumos, hanem sokkal inkább egy olyan win-win helyzetet teremtő, és abba az irányba elmozduló megállapodás, illetve egyeztetés, amely végeredményben minden stakeholdernek, minden érdekgazdának eredményére válhat, akár a későbbiekben is. És itt ugye a sípályák szóba kerültek a korábbi előadásban. Hát valóban ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Én néhány adatot szeretnék elmondani, mert nyilván ez a síturizmust, illetve bennünket, sípálya üzemeltetőket, meg egyáltalán a sízőket nem feltétlenül foglalja össze, illetve fedi le, de azt mindenképpen érdemes tudni, hogy Magyarországon egy közel 600 ezer síző van. És ez a 600 ezer síző, ez bizony nem csak azt jelenti, hogy ennyien láttunk életünkben talán 42 méter távolságról sílecet vagy snowboardot, hanem bizony be tudunk csatolni, meg tudjuk különböztetni a hegylábunkat a völgylábunktól, és hát legalább, mint én például, hóekébe le tudunk jönni egy kisebb fajta dombról. Viszont a közönséget kérdezném, hogy mennyien sízünk, mennyien síztek. Na, nézzünk egy közelmi kutatást, tehát eléggé nagy túlnyomó többség. Szerintem ez a nagyjából olyan 50%-nak megfelel. Tehát jó, nyilván itt sportos érdeklődésű természethez közeli emberek vannak, tehát a 600 ezer az mondjuk talán 10%. Hála jó Istennek, mert mi lett volna, hogyha csak 3-4% nyújtja fel a kezét, és akkor itt már a statisztika rögtön rossz irányba mutatott volna. De ismételten 600 ezer síző van Magyarországon. Az elképesztő száma, nem alpesi EU-s országokat tekintve, felül vagyunk reprezentálva a sízők tekintetében. És ez a 600 ezer síző egy év alatt egy 100 milliárd forintot költ el erre a hobbira. Most természetesen ebben nem csak a sílecek és a snowboardok vagy a síbérletek vannak benne, hanem benne van a gasztronómia, benne van természetesen a szállás, de benne van bizony az utazás is, és ennek a 90% ez bizony külföldre megy. Milyen jó lenne itthon tartani ezeket a bevételeket, illetve kiadásokat. Pontosan ez. Persze ez hó is kell, és ha nincsen hó, akkor van műhó, ha engedik. Így van, és ez nemzetgazdasági szempontból sem egy utolsó dolog, hogyha legalább egy 5%-kal, vagy 10%-kal, vagy 20%-kal tudnánk növelni ezt az összeget, akkor ez óriási segítség lenne. Ugye láttuk azt is az előadásban, hogy 118 munkavállalója van Mátra Szent Istvánnak egy idény alatt. Hát az Emplén Kalandpark, amely egyébként egy 4 évszakos intézmény, tehát mi nyáron, illetve az őszi és a tavaszi időszakban egy izgalmas adrenalinbombaként, kalandparkként működünk, télen pedig sípályaként. Hát alapvetően, ja is mindehhez még hozzátenném, hogy mi önkormányzati költségvetési szerv is vagyunk. Tehát nálunk például ez egy óriási fegyvertény Sátoraljaújhely városának, hogy hosszú távú és fenntartható munkahelyeket tud biztosítani a helyi lakosoknak. De ismételten csak visszatérve a sípályákra, hát abban az esetben, hogyha ezt a trendet szeretnénk folytatni, szeretnénk növelni természetesen a sízők arányát, az aktív turisztikában, illetve ebben az aktív sportban szereplők arányát szeretnénk megismertetni a gyermekeinkkel, unokáinkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel ezt a remek sportot, akkor bizony a sípályáknak működniük kell. No, mindjárt folytatva a sort, aztán a további extrém sportokról mindjárt beszélünk, de előtte még reagáljunk már erre a
hóvastagság témájára úgy kérdezem Dobrev Kecsmár Csabát, az Egerer ZRT vezérigazgatóját, mint a biológiát, a növényzetet nyilván mindannyiunknál jobban ismerő szakembert, hogy létezik az, hogy most azért, mert 20-30 centi hó, vagy akár műhó is van egy sípályán, ez valós veszélyt lehet jelent a növényekre, hogy kirohad az a bizonyos védett növény például? Én ebben nem érzem kompetensnek magam, hogy erre a kérdésre válaszoljak, hiszen ez egy természetvédelmi szakvéleményben került kiadásra, nálam sokkal jobban hozzáértők adták ki ezt a természetvédelmi szakvéleményre, azt gondolom. Hát nem tudom, igazgató azt, hogy bevállalja ezt a kérdést, de ülnek itt a teremben olyanok, akik szerintem ezt kompetensebbek nálam megválaszolni. Én inkább majd, hogyha még itt az idő engedi, majd arra a részre térnék ki, ami a Felkomban is elhangzott. Itt a pódiumon már szóba kerültek az erdőknek a turisztikai, rekreációs funkciói, védelmi funkciók. Egy dologról még nem beszéltünk, ami szintén szerintem szót érdemel, ezek a bizonyos gazdasági funkciók, amik egyszerre vannak jelen egy erdőterületen, és bizony nagyon fontos kérdéseket tudnak fölvetni, indukálni. Átadnám a szót, és utána lehet, akkor erre térjünk vissza. Persze. Igen, többször elhangzott az is, hogy miért különféle a hóvastagság, amit esetleg véleményeznek a különböző hatóságok más-más területen. Hát természetesen, mert más, ami alatta van. Tehát az a védett érték, ami alatta van, más. Akkor, ha ratrakolunk, akkor nyilván az a bizonyos hótömörítés másként fog olvadni egy tavaszi hóolvadás során, mint egy természetesen leesett hó. És itt attól függ, hogy milyen természeti érték van alatta. Példaként azért elmondanám, hogy például a kékestetőnél van olyan sípálya, ahol semmiféle megkötést nem tettünk, a ratrakolással szemben sem, mert ott nincsenek olyan védett értékek. És azért eltérő akár a Bükki Nemzeti Park, akár más nemzeti parkoknak az állásfoglalása e tekintetben, mert különbözőek az értékek, amire vigyázni kell. Az is elhangzott, hogy Bánkút is jó példaként van. Tehát az egyeztetések zárulhatnak jó eredménnyel is, kommunikáció. Nagyon jó, hát már megérte szerintem, itt egy csomó dolgot tisztáztunk. Így a, menjünk akkor vissza a következő, vagy az előző kérdésre még, hogy mondod, csak egy pillanat, a gazdasági részére, hogy hát a gazdasági funkciója az erdőknek az erdőben látogatók oldaláról nagyon sokszor egy tevékenységben merül ki, mégpedig ez a fakitermeléseknek a dolga. Most aztán különösen a téli szezonra készül. Természetesen, hiszen ez egy szezonálisan végezhető tevékenység, hiszen nagyon szigorú törvények, többek között az erdőtörvény és a természetvédelmi törvény szabályozzák és szabják meg ennek a időbeli és térbeli kereteit is, és ezen túlmutatóan egy folyamatos kommunikáció, hogy igazgatóasszonyra visszautaljak. Ez kevesebb média teret kap, hogy ezeket a fakitermeléseket különösen védett területen egy nagyon-nagyon hosszú tervezési és egyeztetési folyamat előzi meg. Nyilván a végkimenetel, amivel a túrázók nagyon sokszor találkoznak, a kitermelt fa, a farakatok az erdőterületen, azok nagyon sokszor visszatetszést keltenek az emberekben, de azért én is élnék ezzel az eszközzel, egy gyors közleménykutatással, a végeredményét is tudom, mert nem is lehet más végeredménye, de tegye már fel az a kezét, aki nem használ fa termékeket. Erre hát igen, tüzelni erre, jó a fa, nem csak tüzelő formájában, nagyon-nagyon sok minden formájában. És nyilván egy külön konferenciát is lehetne arra szervezni, hogy vajon az ökológiai lábnyoma milyen egyéb helyettesítő termékeknek lehetne alacsonyabb, mint a fának. Ennek a végeredményét is tudjuk szerintem itt mindannyian, akik itt ülünk, hogy nem nagyon van olyan helyettesítő termék, ami alacsonyabb ökológiai lábnyommal szerepelne a teljes életciklusát tekintve, mint a fa. Ezért én azt gondolom, hogy nem arról kellene beszélgetni, hogy kell-e hasznosítani az erdőket gazdasági értelemben, hanem azt, hogy hogyan kell ezeket hasznosítani, és hát erre is rögtön megadom a választ. Ezek a párbeszédek évtizedek óta zajlanak, sőt, hova tovább, ugye előadásokon szoktam élni azzal a kijelentéssel, hogy az erdőgazdálkodás a legrégebbi fenntarthatósági kísérlet, egy Karl Hahn von Karlowitz 1713-ban közgazdászként a Ökonomika Szilvikultúra művében említette először írásos formában ezt a fogalmat, és azóta is évszázadok óta a fenntartható erdőgazdálkodást ezt szerint próbáljuk gyakorolni, de amiben hiátusunk van, a ma már nagyon sokszor emlegetett kommunikáció. Én arra kérnék minden teremben ülőt, turisztikai szakembert is, az ágazat bármelyik szereplőjét, hogy ebben legyen a segítségünkre. Ha már mindannyian használunk fa termékeket, akkor egyszerűen vegyük tudomásra, hogy bizony ahhoz fát is kell vágni, hogy legyenek ilyen termékek. Mindenképpen, és most akkor mindjárt lépünk is tovább, mert hogy az viszont egy kicsit komikusan hangzik, amikor azt mondják a kerékpárosokra, mondom én a 90-es években magam is
sportvezetőként szembesültem ezzel, hogy hát tönkreteszik az utakat, mert a lábnyomról volt szó. Hát ugye egy fakitermelésnél közlekedő traktorseregnél nagyobb kárt nem hiszem, hogy bárki tehet az utakban, míg a kerékpárosok, hát mit szólsz, hát egyszerűen versenyzőként és szervezőként. Igen, a két témához is csatlakoznék. Itt rögtön a bocsánatot kell kérnem, mert kihagytam az Eger Erdőt, mert velük is van pozitív. És pont csatlakozik ahhoz, amit az előbb elmondtál, hogy egyeztetni kell a ti munkátokkal a miénket. Tehát mi, amikor egy nyomvonalat kijelöltünk, bejártunk, akkor az első kérdés, hogy mikor fogtok idejönni dolgozni. Mert a jövőre, akkor nem fogunk itt kerékpáros pályát létesíteni, mert hülyeség. Tehát ezek, a traktorok, hogyha szétjárják, úgyis így van, így van, így van. Meg volt beszélt, 10 év múlva jön, persze mehet, meg is valósult. Tehát nagyon fontos, hogy egyeztessünk, tehát a kerékpáros pályáknak a létesítésekor fontos, hogy ki mondja azt, hogy ide kell építeni, ki mondja azt, hogy milyen típusú pályát kell építeni. Nekem a heppem, hogy Dániel pályát Magyarországon ne építsünk, mert nem jók az adottságaink erre, pedig indulok Dániel országos bajnokságon. A másik, ahol csatlakoznék, ha már most egy kicsit aktívabb ugye a fakitermelés, és időzőjelben bolygatva vannak az erdők, és így csatlakoznék a bélkői témához, tehát a bélkőre vezet fel egy remek aszfaltút, ami nagyon jó kerékpározható, illetve a mellette lévő dombokon már jelölt kerékpáros nyomvonalak is vannak, akkor ha már bolygatva van, miért nem hozunk ott létre kerékpáros ösvényeket, mert mostanában nem is fog oda menni a gazdálkodó. Ugyanakkor arra felhívnám a figyelmet, hogy ezek a kerékpáros ösvények, mert hívjuk ezeket csak kerékpáros ösvényeknek, ezeket, ha úgy dönt a Nemzeti Park vagy bárki, hogy ezt hagyjuk föl, ezeket egy év múlva nem találjuk meg. Tehát ezek nem olyan nagyon nagy behatások, mint amekkora turisztikai értéke van. Tehát ha létrehozunk egy ilyen fejlesztést, és mégis lelövik, hogy ez nem működik, akkor a természet dolgozik. Tehát attól, hogy egy 1 méter széles nyomvonal kanyarog le egy domboldalon, az nem fog ott maradni örökre. Tehát az fel van hagyva, akkor visszanevi, visszaveszi a természet. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell eldobnunk ezt a lehetőséget magunktól. Van egy nagyon-nagyon rossz hírem, elég jól ismerem az országot kerékpáros szempontból, a Bélkőn 500 méter szintet lehet lejönni föntről le a hegyről, úgyhogy nem keresztezünk se aszfaltutat, se komolyabb, semmilyen utat, és elég jól fel is van tárva, hogy nagyon könnyen föltekerjünk, tehát akár felvonó telepítése nélkül is egy remek kerékpáros helyszíné tud válni, kiegészülve egy remek Via Ferrata placccal. Tehát tudom, hogy ez a legrosszabb, ami előfordulhat, hogy halmozottan jönnek a fejlesztések egy nemzeti parkos területre, de az viszont elmondanám azt, amit minden nemzeti parkos megbeszélésen megkapok, hogy értsen meg, hogy nem külföld vagyunk, nagyon pici a területünk, és ez a picire kell vigyáznunk. Értem, de 20 éve nem sikerül előlépni az aktív, ne hívjuk extrémnek, hanem a aktív kerékpáros fejlesztésekben. Az nem aktív kerékpáros, erdélykerékpáros fejlesztés, hogy aszfaltutakon kerékpározunk a Pilisbe. Az egy remek fejlesztés, meg lehet közelíteni célpontokat, de nem erre lövünk. Tehát az erdélykerékpározás az erdőben zajlik. Mi is azért megyünk az erdőbe, hogy az ott lévő természeti értékeket megnézzük és kikapcsoljunk. Tehát amikor elmegyek kerékpározni, akkor tudom teljesen kikapcsolni és kitisztítani az agyamat. Nem csörög a telefon, nem nézem, kanyarodok az erdőbe, és ezt meg lehet úgy valósítani, hogy fenntartható legyen. Miközben üdvözlendő és óriási vívmány, és ezt Révész Máriusnak is köszönjük. Nagy tisztelettel, szeretettel a Pilis 40 programnak a megvalósítását. Tehát az egy óriási dolog, hogy a Pilisben most már 40 kilométernyi felugított kerékpárúton lehet, igaz, az országútisoknak. 45, na már azóta már tovább fejlődött. És nyilván az országútisoknak ez kevesebb, nekik van más problémájuk, ugye ott a KRESZ módosítása, vagy egyebekkel még lesznek majd teendők. Na de az extrém sportokra akkor még zárásként már csak 2,5 percünk van visszatérve. Lehet az megoldás, és akkor a kalandparkhoz visszatérve, hogy egy nagyobb kalandpark, nem tudom a ti területetek mekkora, de hogy legyen egy kvázi kalandpark-szerű része, vagy több része is, akár az Egeredő területén, vagy a Büki Nemzeti Park területén olyan extrém helyek, amik alkalmasak, jók, vonzók a kerékpárosok számára, és nem sajnálják, nem védett és nem féltett különböző növények szempontjából, hogy lehetne az egy olyan, akár belépő díjjal is finanszírozott, védett terület, mint amilyen az Zemplini Kalandpark területe? Én úgy gondolom, hogy ezt az adott közösségnek, illetve az adott helyszínen élőknek kell talán eldöntenie, hogy ők hova szeretnénk pozícionálni magukat. Ugyanis mi ugye elsősorban az extrém élmények, illetve az aktív
kikapcsolódás felé pozícionáljuk magukat, de ismerek olyan helyszínt, akiknek lehetősége lett volna például rövid zipline-nak a megvalósítására, és úgy döntöttek, hogy nem, mert ők szeretnék inkább a csendet, a nyugalmat, illetve a pihenéssel töltött időre koncentrálni, illetve ennek megfelelően pozícionálni magukat. Egy-egy mondatot zárásként az Egererdő és a Bükki Nemzeti Park részéről is ez a témához még. Igen, én azért nézek egy kicsit furcsán, mert egyébként a kiemelt Mátra-Bükk stratégia tartalmaz egy ilyen bringaparkot, sőt kettőt is. Az egyiknek nagyon komoly előkészítő munkái meg is valósultak Szurdokpüspöki Pásztó térségében, ott kifejezetten nem az erdei utak adnák ennek a gerincét, hanem a terep bringázásnak különböző nehézségi fokainak hódolhatnának a résztvevők. Hát bízunk benne, hogy majd ennek hamarosan forrásoldala is rendelkezésre áll, és bele tudunk vágni a kivitelezési munkába is. A Nemzeti Park területen is lehetne engedni neki ilyet? Igen, én határozottan azt mondom, hogy igen, le kell ülni konkrétan egyeztetni a területeket, és akkor, hogyha ezt a bizonyos nemzeti helyreállítási tervet, ami a természet értékeinek megőrzésére vonatkozik, elhangzott, ott szeretnek kerékpározni, ahol megtekinthetik a természet értékeit, igen, akkor vegyük ezt figyelembe, hogy egyrészt olyan területeken, ami megfelel a természetvédelmi elvárásoknak, üljünk le egy asztalhoz, és én azt gondolom, hogy keressük a megoldást, és meg fogjuk találni a megoldást. Na, zárásként akkor jöjjünk vissza az elejére. Szabó Péter, ez mint a Vadaspark igazgatója, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye én sokat járok arra kerékpárosként is, meg gyerekekkel is, hogy ugye ott a parkolási lehetőség eléggé behatároltak. Érzik annak a látogatószám növekedésével, annak a fejlődését is, hogy érkeznek oda kerékpárosok is nagyobb számban? Egyáltalán megvan ahhoz az infrastruktúra alkalmas erre? Az infrastruktúra megvan. Köszönjük szépen a Budakeszi Vadaspark részéről az utak megvannak. És jelen pillanatban a sikereinek az áldozatai vagyunk jelen pillanatban. Hiszen... Ezért van olyan sok látogató. Igen, és ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek hullámokban érkeznek. Nyilván, hogyha most kimegyünk a Vadasparkba, most bőven talán parkolót, de vannak olyan tavaszi, őszi hétvégén, amikor szükség lenne puffer parkolókra, ahova kultúrát körülmények között le lehet rakni az autót akár egész napra, és onnantól kezdve a környékbeli látványosságokat be lehet járni. Én azt látom, hogy az elmúlt 5 évben gyakorlatilag a Budakeszi Vadaspark látogatottsága nem nő, hiszen pont a parkoló az egyik legnagyobb korlátozó tényező a részünkről, és azt látjuk, hogy ebben van még egy óriási infrastruktúrális fejlesztési lehetőség, illetve számunkra is, hogy minél több embert tudjunk elérni. Hiszen gyakorlatilag most végeztünk egy közvéleménykutatást, illetve végeztünk egy kampányt, hogy jöjjön mindenki biciklivel. Jöjjön el hozzánk, kapnak látogatói kedvezményt, csak hát egy baj van, hogy aki gyerekkel van, az nem fog biciklivel érkezni, mert az elhelyezkedése a Vadasparknak, az fönn van a hegyen. És hát nekem három gyerekem van, ez egy kicsit nehéz. Én úgy gondolom, hogy a további parkoló és infrastruktúra fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy minél több embert elérjünk, és minél több embernek meg tudjuk mutatni a minket körülvevő természetét. És itt egy újabb problémakört nyithatnánk, de már lejárt az időnk, nevezetesen, hogy például akár a parkolóhelyeket is hogyan lehet a természet károsítás nélkül megoldani, vagy a természet rovására nem tenni. Azt gondolom, hogy körbeért a téma, és sok minden kérdést és talán válaszokat is kaptunk. Örülünk, hogy itt voltak és mindezt elmondták. Köszönöm szépen részvevőknek. Köszönöm a nézőknek és a türelmet.